Vendégünk Bai Miklós Zoltán, vagyis BMZ, Békés Csabai alkotó, performer és intermédia művész. Múltkori beszélgetésünkben leragadtunk a Csalánleves Fesztiválnál, és már nem jutott idő más témákra, de ezt most pótoljuk. Köszöntelek stúdiónkban. Hello, üdvözlet mindenkinek! Tavaly nyár végén kezdődött Békés Csabán az első országos tehetségfeltáró programa, a Jankai Apartman Art. Kurátorként mi volt a te szereped ebben a programban? Hát itt a Jankai Művészeti Közalapítvány felkérésére tulajdonképpen az volt az ötlete Tímár Ellának, a elnökasszonynak, hogy ott az a Jankai Apartman udvarán kerítésén jó lenne kiállítani műveket. És akkor erre kért meg engem, és én meg, hát mivel, hogy vannak olyan barátaim, tulajdonképpen most is együtt voltunk múlt héten Jász Fényszarúi művész terepen, de előtte már Jászberénybe az Art Campen dolgoztunk együtt. Fiatal ember, a Koncz Gábor festőművész pár éve diplomázott a Magyar Művészeti Egyetemen, és hát megyénk egyik büszkesége, ugye Nagy Zopán költő, író, fotóművész, művészetíró, meg még nem tudom miket csinál. A lényeg az, hogy nekik elmondtam, hogy segítsetek ebbe, ti jobban ismeretek a jelenlegi fiatalokat Budapesten és környékén, és akkor így összeállt egy csapat, fiúk, lányok vegyesen, volt bennük igazán fiatal is, aki még most jár a Művészet Egyetemre, volt, aki végzett, és volt, aki korábban végzett. És így összejött ez, és időtálló kiállítást hoztunk létre, amely, tehát kinyomtatott printek tulajdonképpen, és három estén keresztül a Békés Csabai művészeti érdeklődők találkozhattak a művészekkel, akik egy ilyen prezentáció formájában tulajdonképpen saját magukról tartottak előadást, hármas-hármas felosztásban. Úgy volt, hogy egy évig láthatók ezek a képek, csak a szélvihar nem volt betervezve, és akkor jelen pillanatban ott építkezés folyik az udvaron, tehát most szünetel ez a program, de szerintem jövőre újraindul. Már megvan a terv a fejemben, a elnök asszonnyal korábbi egyeztetés alapján. Most olyan fiatal és egykor fiatal Békés Csabáról elszámozott, vagy Békés Csabához kötődő alkotókat szeretnénk a következő turnusban, ami mondom, szerintem jövőre lesz rá esély bevonni, akik valamilyen formában kötődnek ide, tehát most nem akarok túl sok nevet mondani, de már azért néhány név van a fejemben, ők még nem tudják. Tehát a Tim Kóbi Bor grafikus művész többek között, Fodor Barbara festő grafikus művész, és hát, hogy fiúk is legyenek, a Lonovi Zoltánt is szeretnénk megkeresni. Hát remélem, hogy tudják majd vállalni, és akkor hasonló keretek között, ugyanúgy printekkel, magyar-angol nyelvű önéletrajzokkal és egy-egy estés találkozással. Gondolom folytatódik, de ezt neved most készpénznek. Tudod, sok minden változik most, tehát nem lehet tudni, hogy... Maga az alkotás, az alkotni vágyás mikor kezdődött nálad? Mikor érezted azt, hogy ennek szenteled majd az életed? Nem nőttem ki. Mert tudod, minden gyerek olyan, hogy rajzol, ugye? És belekerül abba a szent alkotói térbe, ami kivonja ebből a világból. És gyakorlatilag én úgy maradtam. Hát azt lehet, hogy már mondtam neked, hogy két dolog volt gyerekkoromban, ami vonzott engem. Az egyik, hogy festőművész leszek, a másik meg az, hogy erdész. A keresztapám és a ottani anyai részről nagybátyám, unokatestvérem pontosabban, ők ezt a szakmát végezték, tehát hivatásos erdészek voltak, erdőmérnök volt a keresztapám, valamikor Szaudos József névvel a egykori Defalk délmagyarországi, mit tudom én, micsodának a... Hát elhúny már, de... És akkor gyerekkoromban úgy ez engem nagyon-nagyon felnéztem rájuk, meg a szemléletre, tehát a természetesen
az úgy van valahogy, hogy minden erdész valamilyen fokon vadász is, de ők mind a unokatestvérem, mind keresztapám, tehát azért másképp álltak ez a dologhoz, tehát nem sportként, hanem a természeti ökológiai egyensúlyt tartották elsősorban a körülményeknek ehhez képest szem előtt. Na, ez volt, erdész nem lettem, és aztán hosszú kanyarok után képzőművész lettem, és gyakorlatilag arra gondoltam már régen, már egész fiatalon egyébként, 21 éves koromban mindig vonzottak, tehát a gyerekek, nagyon jól megértem magam a gyerekekkel. Hát ők bennük nincs olyan, hogy mit akar ez az ember, hanem úgy elfogadja, rendes gyerekek. És minden gyerek rendes egyébként. És nagyon rég vezettem, tehát ahogy mondom, már 21 éves koromban már vezettem gyermektáborokat, Vágréti Jani bácsival is aztán később, és úgy alakult ez, hogy most már, mivel nagypapa is vagyok, tehát ez most már szinte a fő csapás irány a saját alkotói munka mellett. Egyfajta vizuális szemlélet átadása, amiben aztán természetesen nem csak úgy van, hogy sokan azt hiszi, vagy külső szemlélő azt hiszi, hogy jó, hát mit ad a gyerekek, festenek, rajzolnak, az egyébként el vannak, mit kell ott csinálni, persze. Hát az nagyon fontos dolog, hogy az alkotáshoz szükséget, atmoszférát biztosítsa az ember. És az, hogy elhiggye, hogy te, ez esetben Miki bácsi, gyakorlatilag szereted őt. Az egy nagyon fontos dolog. Mert akkor kialakul egy kölcsönös bizalom, és nem feladatokat adok, idézőjelbe téve, hanem instruálom. Tehát úgy vezetem a gyereket, a mindegyiket a saját képességének megfelelően, de akár felnőtteket is, mert a családi alkotókörbe a Ficsakhoz, ide a Sikonyi út 3 számára, oda járnak családok, és hát előbb-utóbb azért berántódnak a szülők is, meg a nagyszülők is, mert hogy aztán rájönnek, hogy lehet, itt nincs elvárás, vannak olyan eszközök, amiket nem gondolnák, hogy lehet festeni, tehát kis autók, hengerek, nagypapa borotválkozó ecsete, meg egyéb dolgok, és ezzel felszabadítja az emberekben ezt a rég elfelejtett és visszafojtott alkotói lehetőséget, aminek egy nagyon fontos lényege az, hogy kikerülsz alkotás közben ebből a téridőből. Tehát nem akarok ilyen túlnagy szavakat használni, de bekerülsz egy szent alkotói térbe. Valahogy olyan, mint a világteremtése lehetett, hogy valami csoda történik, és jó, ezt nem tudom tudományosan igazolni, hogy nem öregszel közben, mert azért lehet, hogy öregszel, de az biztos, hogy egy olyan állapot, amit gyermekkorunkban, kezdetben teljesen megvolt, csak aztán a szocializáció, az elvárások, meg egyebek, és a egy irányba terelése a gondolatoknak és a lehetőségeknek, azokat úgy tehát lefedik ezt a lehetőséget. Ez egyfajta tudatváltás egyébként, tehát olyan, mint egy meditáció, mert tulajdonképpen az. Tehát ha belegondolsz a mandala építésbe, de te is alkotsz, én úgy tudom, tehát tehát nagyjából tudod, hogy, vagy érted is, hogy látom rajtad, érted, hogy miről beszélek. Nem véletlenül használják egyébként ezt a manuális készséggel való lekötést, terápiás szinten is, mert pont az a lényeg, hogy az a kis mímelés, amit végzel, az egy ilyen építő jellegű, mert sikered van. Tehát nincs elvárás, hogyha szabadon alkothatsz, úgymond nincs elvárás. Persze, aki igényli az, hogy mankót tegyél alá, akkor azt úgy adod, de ez a beszélgetés közben kijön. És nagyon hamar kialakul a gyerekekkel is, felnőttekkel is részemről, tehát egy kölcsönös bizalom kapcsolat, és akkor
azt látod, hogy ki az az ember vagy gyermek, akihez úgy egy az egyben meg lehet mondani, hogy mi a helyzet, de ne, hát nem a te képed, nem a te alkotásod, érted? Tehát ezt úgy kell csinálni, hogy egy nagyon szelíd presszió. Hogyan, ez kezdetben úgy volt, hogy a tudod fest, a gyerek ledobja az ecsetet kész. Tehát ez is hozzátartozik, hogy nem, azzal van befejezve, elmosogatunk. Tehát ez a jó, itt a szülők is azért segítenek a elmosogatásba, ott, ahol a családi alkotókör van. Aztán létrehoztam egy ilyen kis csoportot, a Vizuális Készségfejlesztő Program, amelyben leszűkítettem, tehát nem sok emberrel foglalkozok, vagy gyerekkel egyszerre, csak kettővel. És ez azért, mert akkor a te figyelmed is meg, tehát, és nagyon hamar kiderül, hogy melyik gyermeknek, vagy felnőttnek milyen irányba kell, milyen jellegű feladatokat építesz, ahol sikerélmény megmarad, megmarad az újdonság élménye is, mert a végén létrejön a mű, de nincs olyan, tudod, ez egy általános dolog, hogy két dolog a laikus szemlélet, ilyet én is tudok, akkor mondtam, hogy hajrá, tehát ez az egyik dolog, meg hogy jaj, hát én nem tudok, én kettes voltam rajzból, meg nem tudom, mondom, ez nem számít, ez nem egy rajzóra. Tehát itt te önmagad vagy, meg az anyag ad egy lehetőséget. Megint be lehet ebben merülni egész tudományos szintekig egyébként a színek hatása a pszichére, a tudatunkra, a színek által, ezáltal az egészségünkre. Tehát sok minden olyan dolog van ezekben a foglalkozásokban. Meg hát azért a gyerekeknél most ebből a zaklatott, rengeteg információval rendelkező világgal és egyéb szennyeződések, mint a élelmiszerekben, a vízben, a levegőben, mindenben jelen van. Ezért teljesen más az idegrendszerük, alakul az embereknek az idegrendszere, nem beszélve a kommunikációs eszközök hálójáról, tehát az az állandó rezgésfokok, amik itt átszeletelik az agyunkat, a testünket, a szerveinket, ráadásul toxikusan is ugye a táplálék és a folyadékok által. Ezért nagyon sűrű instrukciók kellenek számukra, állandó inger éjségben szenvednek, amit megkapnak a digitális eszközöktől. Egyébként gyakorlatilag olyan formában kapják meg, hogy igazából kézdolgot használnak, tehát nem kell érte semmit tenni, csak egyfajta az ujjukat mozgatni erre-arra, és akkor már ott van minden készen. Na, ezek a foglalkozások, és valahogy úgy alakulnak ezek a mostani nemzedékek, ezek a digitális nemzedék, hogy nem tudom, hogy a pedagógiai rendszer az mikor vesz észre Magyarországon, hogy megváltoztak a dolgok. Tehát az a fajta klasszikus katedrás tudás átadás nem marad meg. Tehát ha jó mondják, hogy nincs szövegértés. Van. Mert ezek nagyon értelmes emberek, embergyermekek, de más csomagolásra vannak már, hogy mondjam neked, változott szerintem, megváltozott az idegrendszer az embereknek. Jó, mondják, hogy nevelhetetlen, kezelhetetlen, meg esen is, meg nem tudom én is. Tehát ezek persze, ez így van, de attól még ők egy nagyon értékes emberek. És ezeken az én foglalkozásaimban pont az a lényeg is, amit akartam neked mondani, hogy a játék is nagyon leszűkült a kész dolgokra, tehát az önmegvalósítás az a fajta, ami az embert emberré teszi. Tehát, hogy meg tudja csinálni, meg tudja építeni, létre tudja hozni. Tehát ez megint visszakerültünk a teremtés idejére. Ez az élmény kimarad. Na most az én csoportjaimban meg nem marad ki. És gyakorlatilag van egy gyermek, az pillanatok alatt rájövök én, hogy melyik irányt kell mozgatni. Persze mondják ezt én nem vagyok gyógypedagógus, de van a környezetemben tanácsadóm, tehát, hogy a finom motorika, nagy probléma. Nagy probléma. Gyakorlatilag az a
mechanizmus, ami régen volt. Tudod, régen a szépírás, főleg mikor még mártogatós tollal írtak. Tehát iszonyatos. Hát ma nem is tudnád rávenni ezeket az embergyermekeket arra, hogy ezt csinálják, mert mondom, hogy teljesen más az idegrendszerük. Tehát nem fognak úgy bíbelődni, meg pacákkal, meg nem tudom, vigyázni, meg nem tudom mi. Semmi. Hát bejutom, az kész. Tehát ez a... Vannak már olyan elméletek, hogy a kézzel írás tanulást azt el is kellene már felejteni, meg egyebek. Ez nem teljesen így van. Nem teljesen így van, mert hogyha teljesen kiiktatjuk az agyunkból azt a kreatív részt, amit neveznek jobb agyféltekének, de már ez is egy kicsit túl lett üzletelve, ez a fajta fejlesztés, tehát már nem az tulajdonképpen, csak biznisz, de hogy nagyon fontos, hogy stimulálva legyen az agyunk, nem csak a gyerekeknek, mindenkinek, a kreatív része. Tehát, hogy itt vagy ebben a térben, ami kivált azáltal, hogy csinálsz valamit, tehát kizárod a külvilágot, tehát erre a dologra koncentrálsz, tehát bekerülsz egy alkotói téridőbe, és akkor, ahogy ezeket csinálgatod, tehát nem csak az a dolog van, hanem a te döntéseid, kezed nyoma, a te érzékelésed által, az agyad által aztán a saját készségeidre visszaforgatott, amit kezeddel csinálod, ugye? Akkor, és akkor, jaj, én olyan idétlen vagyok, én ezt nem tudom. Dehogy vagy idétlen. Hidd el, hogy tudod. Csak figyelj oda, majd melletted megcsinálom. Látod, ugyanígy csináld, ennyi. Jaj, de ez forró, ez a ragasztópisztoly. Hát ne ott fogd meg. Tehát ez a... Tehát ilyen egyszerű ez, és mikor rájön, hogy ez tényleg így van, de ez nagyon fontos a bizalom. Tudod, kényelmességi okok miatt, ilyen komfortos dolgok miatt nagyon sok gyermeknek a saját környezetében nincs lehetősége kiélni ezt. Tehát ne szemeteljen, ne firkáljon össze, nem tudom, ülj el a gépedet, el vagy a sarokba. Persze ez úgy, hogy nem kell annyit takarítani, vagy nem elpakolni, ez így nagyon jó, csak hát olyan dolgoktól fosztjuk meg a saját utódunkat, ami aztán később nagyon fontos, és nem kell azt hinni, tehát aki ilyen kúzusokra van egerbe egy hasonló szemléletű, mint én, a vizuális pedagógiában házas pár, a Rostás Piros szobrászművés és a Andrea, a őszerb, a grafikus művész, akik szintén olyan dolgokat hoznak ki a gyermekekből, az egyrészt nagy szeretet és nagy türelem kell. És az, hogy biztos, amit tehát, hogy azért fontos a bizalom, hogy elfogadja a gyermek. Tehát azt, amit mondasz. És azt már korábban lehet, hogy mondtam neked, hogy nagyon fontos dolog, hogy a gyermek csinálja meg a munkáját, vagy az a felnőtt. Tehát úgy mutatom meg, hogyha veszek egy másik papírt, nem tudom, én azon megmutatom, veszek egy másik darab dolgot, mert nem csak rajzolunk, festünk, tehát mindent csinálunk. Rengeteget játszunk, a játékélmény az fantasztikus. Mert hogy kérdezzük, hogy akkor mi lesz a program, Miki bácsi a VKP-ban? Hát mondom, most vízipisztollyal fogunk festeni. Tehát, hogy gyakorlatilag, de itt is aztán kész művek lesznek, aztán nagyon szeretik. Tehát vannak a fröcskölések, akkor a különböző, van egy asztalos barátom, akitől szoktam kapni ilyen fa hulladékokat, tehát azok szobrokat ragaszgatunk. De a klasszikus módokat is csináljuk, a agyagozás, aztán, és akkor így nagyon hamar ki arra kultúra, tulajdonképpen egy 4-5 foglalkozás után, hogy milyen irányba kell elvinni, és mondom, a legfontosabb a siker. Tehát az alkotás öröme, a megélt siker, nem a külső siker, hogy nem tudom hány díjat nyertök. Szoktunk díjakat nyerni, de ez mindig mondják, Miki bácsi, nem kaptunk díjat, mert valaki. Nem az a lényeg, a díjakat figyelj, adják. Ne azzal foglalkozzál. Azzal foglalkozzál, hogy te megcsináltad ezt a csodálatos munkát. És te csináltad meg.
ez a lényege. Két esztendővel ezelőtt kerültek helyükre a Tóth Legó darabjai, vagyis azok a téglaszobrok, melyeket te készítettél, és azóta a Munkácsy Mihály Múzeum Jankai Kolozsvári Tevan szárnyának tetőzetén köszöntik az arra járókat. Mi a téglaszobrok története? Hát az úgy, hogy újítottuk fel a tanyát, és mondtam a kőműveseknek, hogy a kéményre milyen formát szeretnék, még egy szívet. És akkor láttam, hogy flexel darabolja a téglát, és akkor, hogy elmentek, akkor is fogtam egy téglát, és akkor gyorsan faragtam egy szobrot. Kis, gyakorlatilag így alakult, aztán természetesen az emberben valahogy benne van ez a növekedési hajlam, és akkor egyre nagyobbak lettek ezek, először büstök lettek, tehát ilyen mellszobor jellegűek, kicsibe is, aztán kezelítettek az életnagysághoz. Amikor az élet, akkor a tégla ugye nincs, akkor össze kell építeni. És akkor így jött tulajdonképpen a B30-as blokk tégla, amit Mezőberénybe gyártottak akkor, most nem tudom, hogy gyártják-e még, alakult. Hát különböző minőségűek, tehát azért jól át kell nézni, mennyi hajszálrepedés meg egyébek vannak, főleg ha már úgy akarod megcsinálni ezt, hogy egyrészt szétszedhető is legyen, de stabil is legyen. Ezek fémmenet szárakkal vannak összehúzva. Van, ahol látszanak, van, ahol nem látszanak. Ahol látszanak, ott is a szobornak a tulajdonképpen a eleméhez tartozik, tehát a szerkezetébe. Nem zavar téged az a csavar, tehát ez az egésznek a lényege, hogy ott van, hanem olyan, mintha direkt ott lenne. Hát direkt van ott, persze. És akkor hát így alakultak ezek, és akkor hát Isten nyugosztalja, Andó Gyuri, a múzeum egykori már elhunyt igazgatója. Én itt szoktam parkolni a Malomnál, egyelőre még nem kell fizetni, hál' Istennek, és akkor ezen a hír, nem mindig jövök le a Ligetre, mikor nem megyek be oda a sarki kis bolt kábítóba, hanem van úgy, hogy átjövök itt a hídon, mert akkor nézem, hogy mi a helyzet, és akkor patyogtam át a hídon, és akkor a Andó Gyuri irodájából a Csavagyony évben pont lelát oda, és akkor felhív, csörög a telefon, felhív, szia Miki, ráérsz? Hát rá. Hogy nem jönnél föl? Hát mondom, ha benn vagy, akkor felmegyek. És akkor felmentem, átvonszolt a igazgató helyestes irodába, azt mondja, hogy nézzél ki. Kinéztem. Mit látsz? Hát mondom, egy ronda lapos épületet. Tehát, ja, de, ez a... Az mondja, hogy gyere, menjünk már át, hogy ide csináljál már valamit, a tetőre. De mondom, Gyuri, hát így a tetőre, hát jó, csinálok én, ha akarod, de... Jó, ezért eltúlt az idő, és akkor egyszer mondtam neki, hogy na, megvan a gondolatom, nem mondtam meg neki, hogy milyen szobrok lesznek, csak meglepetésnek szántam, de sajnos ő már ezt nem érte meg. És hát arra gondoltam, hogy van itt a három Mihályunk, ugye? A Séner Mihály, aki most évfordulós, a nagy Munkácsy Mihály, mert Munkácsy nehet, és az én kedves barátom a Gubis Mihály, mert szintén nincs az élők sorában, sajnos. És akkor arra gondoltam, hogy ez a három Mihályok lesz, a három M, és hát elkezdtem ezeket a szobrokat megcsinálni, és csak hát, hogy azért az anyag, a munkaidő, meg egyéb dolgok, az pénz, tehát erre kellett pénz, és akkor mondtam Gyurinak, hogy kell pénz, és akkor mondta, hát, hogy ő azt nem tud, mondom, de akkor én pályázok, és akkor gyakorlatilag az a pénz is kevés lett, mint kiderült, amit én először pályáztam, és akkor a Lenkefi Zoli, a Bárszínház igazgatója, mondta, neki nagyon tetszett ez a gondolat, mert hát ő gyerekkoróra ismerem, járt abba a táborba a Lovas Gabival együtt, amit a Vágéti Jani bácsival együtt vezettünk, meg az ő apukája nekem tulajdonképpen barátom volt a Konrád, egy helyen dolgoztunk a megyei műközpontban. És Zoli mondta, hogy írd le, hogy mit akarsz, majd én beszélek, a Fekete Péter akkor államtitkár volt, és akkor a Fekete Péternek köszönhetően lett annyi pénz, hogy oda fel tudtuk tenni azokat. Tehát meg tudtam csinálni, és fel tudtuk tenni azokat a szobrokat. Ez a története,
Azt ne tőlem kérdezd meg, hogy meddig lesznek ott. Tehát mert már nem az én tulajdonom, mert a múzeumnak ajándékoztam őket. Mi lesz a következő alkotásod? Hát állandóan én egy... nem tudom, mikor fogok leállni. Tehát ez a, ahogy azért telik az idő, néha azért már az izmaim nem bírják úgy a dolgokat, tehát belefáradok egy-egy munka elkészítésébe. Most jöttem haza említett Jászfényszarúi művésztelepről, ott festettem. Nagyon szerettek ott engem, én is nagyon szerettem, hogy nagyon szeretnek. Egy tornatermet kaptam a műteremnek, hoztak nekem ágyat, közel volt a mosdó, a zuhanyzó. Nagyon jó csapat volt, nagyon sok fiatal. Én nagyon szeretek a fiatal művészekkel együtt dolgozni, mert egyrészt nagyon jó fejek. A másik dolog meg, azért tudomásul kell venni, hogy én már 62 éves leszek december, tehát én már kifele megyek az életből, tehát gyakorlatilag, amit igazából nem teremtettem meg 20 éves, 40 éves koromig, akkor már olyan túl sok újat én nem is akarok csinálni. Jó, nyughatatlan vagyok, az kétségtelen, de az a fajta a világ. És nagyon érdekes, hogy ezek a szuper technikai eszközökkel is bánni tudó fiatalok visszanyúlnak a manuális. Tehát olyan akkora linómetszetet, mint ez az asztal faragott ott az egyik fiú, aki most egy másodéves, egy egyetemista akkor. Lányok is, tehát hogy az a klasszikus értelemben vett képzőművészeti tudás is megvan, de mellette van nekik egy olyan látásmódjuk, ami a képben viszont megjelenik. És így Miki bácsit is elfogadják. Nagyon, nagyon jól éreztem magam, ezt megmondom őszintén. Na hát, és akkor ott festettem 3 nagy méretű képet, meg több kicsit, de azokat nem fejeztem be, 3 nagy volt a lényeg. Itthon én most épp ma kezdek bele egy nagy szoborba. Hát egy kedves barátom, aki nagyon sokat segített már rajtam, meg a raktározásaimban is egyebek, tehát régóta támogat. Tőle megkérdeztem, hogy hogyan tudnám már egyszer kicsit kompenzálni ezt a sok jóságot, amit velem tesz. És akkor mondta, csinálj már nekem egy ilyen téglaszobrot, na ezt fogom most csinálni. És volt egy kérése, hogy mert mindegyik ennek a téglának, mint ott a Munkácsi Mihály Múzeum tetején is lévőknek, a mellvédje az nagyon fontos, mert az az ő rá vonatkozó jelek, mint ahol ott a gubisnál a gubis jelek vannak benne, Munkácsinál a pecsétgyűrűnek a monogramja, a Sénernél ez a lovas csibe huszár hal, tehát ez a kicsit szürreális lény, mutáció, és ő meg elgondolkodom, és mondom, milyen jelet, a céget tegyem bele, a céged jelét, valamelyik céged, vagy más, nem, a béke jelét tett bele, úgyhogy ezen most, ez egy békeharcos lesz.